Sziasztok, műhelynézők! A mai műsor az esőszenzorokról szól, és azoknak, akik nem tudják, hogy hogy működik. Tudjátok, ez az az extra, amit a 90-es évek környékén vezettek be, inkább az elején. Ott abban az időben még nem is működött megbízhatóan, inkább egy ártalom volt, mint áldás. De később már a 2000-es évek elején tökéletesen működött szinte minden autóban. Aminek most belenézünk egy picikét a lelki világába, ez a Volkswagen koncernnek a 2000-es évek eleji megfelelője, esőszenzor áramköre, és hát ezt tették Fabiától az A8-as Audiig mindenbe. Na de, hogyan működik az esőszenzor? Maga az egység az három részből áll, pontosabban optikailag két részből áll, hiszen itt körben infravörös, fénykibocsátó, fényt emittáló diódák találhatók, középen pedig egy fotoelektromos eszköz, ami méri az infravörös sugárzást. Miért fontos ez? Ez az üveglap most a szélvédőt jelképezi, belülről van rászerelve maga az esőszenzor, ez lehet kerek, lehet bármilyen formájú, ez igazából csak a design kérdése, meg aztán ebbe belekerültek már egyéb más szenzorok, de most szorítkozzunk még itt az eső, illetve hát a víz mérésére. Most ahhoz, hogy jobban értsétek, átváltok erről az üvegről a feleségem évdolgozója díjára, ami ugyanúgy jelképezze a szélvédőnek a metszetét, amire ide alulra helyezzük fel a mi kis esőszenzorunkat. Mit csinál ez, amikor bekapcsoljuk az esőszenzort? Fogja magát, és itt körben ő kibocsát infravörös sugarakat, amelyek visszaverődnek. Ez egy szépen beállított rendszer, innen oldalról kibocsátja, középen pedig a visszaverődő sugarakat méri és várja. Na de, mi történik, hogyha száraz a levegő, száraz az idő, szinte az összes infravörös sugár, fénysugár, az vissza fog verődni arról az érről, ahol az üveg találkozik a levegővel. Itt jön ám a csoda, hiszen ha ide most egy vízcseppet képzelünk, akkor megváltozik a fénytörési mutató, hiszen az üvegünk mellett már nem egy levegő lesz, aminek a fajsúlya is ezerszerese a különbség, hanem a víz, ami már egy jóval közelebbi dolog az üveghez, ezért a kibocsátott infrasugaraknak egy jelentős része az eltávozik. Eltűnik. Sokkal kevesebb fog visszaverődni. Mert az infravörös szereti a vizet. Olyan, mint a Janka néni. Ő szereti a vizet. Ő azt mondja a levegőnek, hogy tök gáz vagy, én nem megyek arra. Ő azt mondja, én vörös vagyok. Nem szőke. Nem. Kizárólag a vízre vagyok kíváncsi. Levegőre? Nem. Nem kell levegő. Levegőnek nézlek. Tök gáz vagy, nem megyek arra. Tehévíz idején? Levegőre? Nem. Vízes póló verseny? Na, arra megyek. Na hát igen, ilyen a vörös. Amelyik nem szőke. Hol tartottam? Jó, de akkor nézzük, hogy mi van magában a szenzorban. Ennél jobban nem tudom sajnos szétszedni, mert nem akarom szétforrasztgatni, ez még egy működő példány, bár nem hiszem, hogy bármikor szükségem lesz rá, inkább nem szedem szét, de itt vannak oldalt, ezt lehet is látni, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darab kibocsátó dióda, lehet látni, hogy itt középen optikailag el vannak választva a vízszintesen terjedő fénysugaraktól, teljesen ettől a középen lévő kis körtől, amit láthatóan azért is nem tudom szétszedni, mert ez a két forpont a
a fotódiódának a két lába, amit kiforrasztva lehetne leemelni ezt az egész fényhidat róla, amelyek itt lehet látni, ezzel a két ponttal kapják meg a tápellátást. Ami itt rajta van még áramkör, az pontosan csak annyit csinál, hogy egy beprogramozott, előre beprogramozott rendszer alapján tudja eldönteni, hogy a kibocsátott infrasugár áramból mennyi hiányzik, és az a hiány az milyen intervallumhoz csatlakozik az ablaktörlő motoráram körében. Ez általában úgy néz ki, hogy bent a vezérlőkaron az autóban tudjuk állítani azt, hogy mennyire legyen ideges az esőszenzor, hogy miket mennyire zavarnak a vízcseppek a szélvédőn. Ez itt egy egyszerű komparátor, mert mindig mi a fontos? A változás. Nem attól fázunk meg, hogy hidegben vagyunk, hanem melegből hidegbe megyünk. Mert mindig a változással van a probléma, mindig arra kell figyelni, ugye fizikában ez egy sarkalatos kérdés, és hát itt is pontosan ez történik, hogy a változás, hogy mennyivel kevesebb lesz a visszavert infrasugárzás, és ettől fog jelet kapni az ablaktörlő motort vezérlő áramkör. Mi az, amit még erről tudnunk kell, hogy ez egyetem miért infra? Azért infra, mert az infrát jóval kevésbé tudja átverni a külső egyéb fényszennyezés és fénysugárzás. Mert ugye a mi szemünk két spektrum között lát. Az egyik ugye az ultraviola sugárzás, meg az infravörös. Hát ezeket már nem látjuk, a kettő között vagyunk bent. Viszont ezek a kamerák látnak, és így tudjuk mi is megnézni, hogy jó-e az elem a távirányítóban, hogy a kamera tökéletesen jól látja. Ha oda mentek az autótokhoz, amiben van esőszenzor, és bekapcsoljátok, ugyanezt fogjátok látni, ugyanezt a vibrálást. Lappal próbáltuk megmutatni Frankivel, de nem adta ki. De most lejöttem a hidegben, és ott van, sötét van, hideg is, de tisztán látszik, hogy az esőszenzor bizony így világít. A prémium Ázi Meister Tile lekenőanyagok a legzordabb körülmények között is maximálisan teljesítenek. Ázi Meister Tile lekenőanyagok az Onix autótól. Lerajzolom, hát egy jobban látszik. Ez az üvegünk. Innen alulról betoljuk az infravörös sugarat, ami visszaverődik ebbe a vevőbe. Hogy bászik, nincs egy rohadt toll, ami működik. Tehát velem nem ki a filc tollak. Ceruza. Tehát ez az adó, ez a vevő. Közel azonos mennyiségű fény fog visszafele érkezni, ha csak nem érkezik ide egy vízcsepp. Tadám! Vízcsepp. Mert a vízcsepp az mit csinál? Ha ilyen vastag ez a sugár, akkor kilépteti egy bizonyos részét, és már csak a maradék fog ide visszaverődni. Ergo, változás lesz. Kevesebbet fog hirtelen kapni, mint amit előtte kapott a vevő. És innen tudja az esőszenzor, hogy megjelent a víz. Nos, hát ennyi volt a rövid bemutató. Most már tudjátok, hogy infravörös sugarakkal nézegeti a szélvédőt az autó, és innen tudja, hogy hány darab esőcsepp van rajta. Viszont még egy fontos dolog, hogy miért kell arra figyelni, ha esőszenzoros az autótok, hogy jó állapotú legyen rajta az ablaktörlőlapát. Hát azért, mert hogyha csíkozgat, meg vonalakat húz az esőszenzor elé, akkor hiába látod te tisztának a szélvédődet, ő bizony még mindig törölgetni fogja. Úgyhogy az esőszenzoroknak az a titka, hogy jól működjenek, hogy meglegyen az esőszenzor és a szélvédő közötti zselé, az a kis folyadék, mert az, hát van, amikor onnan kifolyhat, régebbi autóknál ezt érdemes ellenőrizni, meg a másik az, hogy ne csíkozzon az ablaktörőlapát,
és akkor ez megfelelően fog nektek sokáig működni. Az esőszenzor egyszerű története hát eddig tartott, de ha kíváncsiak vagytok bármilyen más autóipari vagy nem autóipari elektronikára, kommentmező, írjátok meg, küldjétek el, megpróbáljuk beszerezni, szétszedjük, és kifaggatjuk a titkát. Köszi, hogy néztetek, sziasztok!